Az Európai Unió úgy döntött, hogy megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. Ez egy olyan elvi döntés, aminek gyakorlati jelentősége nincs. Én nem ilyen brüsszeli zárt ajtók mögötti ökörrázós harcos vagyok, mert az bárki meg tudja csinálni. A nemzeti érdek képviseleténél fontosabb érték nem nagyon lehet a külpolitikában. Meddig fog eljutni a magyar válogatott? A csoportból mindenképp tovább kell jutni. És tovább? Még tovább. És annál is tovább, és a legtovább. Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Tisztelettel köszöntöm a Mandéner Világrend című műsorának hallgatóit és nézőit. Maráci Tamás vagyok, a Mandéner újságírója. Ez egy évvégi beszélgetés, a magyar külpolitikáról fogunk beszélgetni, aki pedig a vendégem ebben az utolsó előtti 2023-as vendégben az az ember, aki a külpolitikát talán a legközelebbről látja, illetve az alakítója, Szijjártó Péter, külgazdaság és külügyminiszter. Még mindig ez a titulus, ha jól tudom, nem redukálódott külügyminiszterre. Tehát a külgazdaság az még mindig a téma. Erre szokták mondani, mert mit tudsz? Volt árca átalakítás, tehát akkor még mindig ez a két lába van. Ez két lába van. Azért is mondom ezt, köszönöm, hogy bejött hozzánk, és azért is mondom ezt, mert ebben a 35-40 percben inkább a külpol lábbal foglalkozzánk, hogyha nem bánja, és majd a külgazdaságra egy külön beszélgetésbe, hogyha bejön majd jövőre. Most annyi politikai, pár ilyen kezdés után, de egy, jó, annyi persze. Politikai esemény volt, hogy szerintem redukáljuk erre, és ugye az EU csúcs idején ülünk itt, most péntek délután van, és másfél napja tart a csúcs, leginkább a tegnapi nap robbanásszerű eseményeiről kérdezném, és leginkább az első kérdés az arra vonatkozik, amit feszegetnek bal és jobb oldalon, hogy a vétó miért maradt el. Hát nézd, az álláspontja Magyarországnak, a kormánynak egészen világos. Ez egy teljesen észszerűtlen döntés, már hogy arról beszélünk, hogy az Európai Unió úgy döntött, hogy megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. Ez egy észszerűtlen döntés, teljesen irracionális. Senkinek sincsen halvány lila segédfogalma sem arról, hogy ennek majd milyen hatásai lesznek, ezért ez egy olyan döntés, amely a legjobb kimaradni. Legjobb nem részt venni benne, nem felelősséget vállalni, sem benne, sem érte. Az jól látszik, hogy itt 26 ország lebeszélhetetlen volt arról, hogy ez a döntés megszülessen. Azt is azonban látni kell, hogy ez nem gyakorlati, hanem csak egy elvi döntés. Hiszen régebben, amikor még normálisan működött a bővítés politikája az Európai Uniónak, akkor ez úgy volt, hogy amikor megszületett a döntés, hogy megindulnak a csatlakozási tárgyalások, akkor az úgynevezett tárgyalási keretet is azzal egy füst alatt elfogadta az Európai Unió, tehát világos volt, hogy az adott tagjelölttel akkor miről fognak tárgyalni, milyen EU-s álláspontok mentén, milyen témákban. Na ez ma nincs így. Tehát most született egy elvi döntés arról, hogy megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások, de arról meg nem született döntés, hogy mi lesz ezeknek a tárgyalásoknak a tartalma, ott mit képvisel az Európai Unió, milyen ügyek kerülnek napirendre. Észak-Macedóniával kapcsolatban, ha jól emlékszem, 2005-ben született meg ugyanez a döntés, a mai napig nem kezdődtek meg a valós tárgyalások. Albániával ez a döntés megszületett 2014-ben, a mai napig nem kezdődtek meg valós tárgyalások. Tehát ez egy olyan elvi döntés, aminek gyakorlati jelentősége nincs, vagy csak alig, és az, hogy egy ország az Európai Unióban mikor nyúl a kemény vétó eszközéhez, azt azért jól meg kell válogatni. Tehát nyilvánvalóan. Most nem volt itt az ideje. Itt azt gondolom, hogy a lehető legjobb döntés született a mi szempontunkból. Mi nem veszünk részt ebben a döntésben, nem vállalunk érte felelősséget, és a következményei alól is mentesítjük magunkat. Majd nyilvánvalóan akkor kell a kemény vétó eszközéhez nyúlni, hogyha a valós, tehát nem a hipotetikus, nem az elvi, mint most, hanem majd a valós tárgyalásokra vonatkozó felkészülés során olyan dolgokat akar beerőltetni Brüsszel a valódi tárgyalási keretbe, ami nekünk hátrányos lenne. Na, akkor majd a kemény vétóeszközéhez kell nyúlni, de itt most azt hiszem, hogy a legjobb döntés született a mi részünkről. Nyilván nem ön Orbán Viktor, és hozzá kéne címezni ezt a kérdést, de azért kíváncsi lennék, hogy mit mondhat el arról, hogy mi történt ott a tárgyalóteremben. Tehát az Európai Tanács vezetői összegyűltek, a politikónak van egy olyan megfejtés, hogy Olaf Scholz félrehívta a magyar miniszterelnököt, és azt mondta neki, hogy ha lehetne, akkor most esetleg kávézza a folyosón, addig mi szavazunk, és akkor nem kellemetlen neked, hogy vissza kell vonnod a pozíciódat, mi pedig meg tudunk egy történelmi döntést hozni. A miniszterelnök a Kossuth Rádióban ma reggel erről így részletesen, ha jól emlékszem, nem beszélt. Erről lehet tudni valamit, hogy ez egy előre megtervezett alkú volt a német és a magyar fél részére, vagy Orbán Viktor is meglephette, vagy esetleg meg se történt ez a jelenet. Én azt javaslom, hogy az ilyen komoly helyeken, mint a Mandiner podcastja, az ilyen komolytalan
bulvárlapokat, mint a Politico, ne is említsük. Egyszerűen nem méltó arra, hogy itt ilyen kifejezések hangozzanak el. Tehát én azt tudom mondani, hogy én a hét első két napját töltöttem Brüsszelben, tehát miniszterelnök úrral, ha szabad ezt a szerintelenséget egy lapon említeni magam, szóval egy keretbe foglaltuk a hetet Brüsszel szempontjából, és az első két napon a külügyminiszteri tanács és az általános ügyek tanácsa ülésezett, és azt tudom elmondani, hogy ott mi volt, és azt gondolom, hogy nagyon nagyban nem különbözhetett a csütörtöki jelenetektől, tehát azon a hétfői és keddi napon 26-an különböző vérmérséklettel arról beszéltek, hogy aki itt nem támogatja lelkesen az Ukrajnával való csatlakozási tárgyalások megkezdését, az sírásolja az európai egységnek, sírásolja az európai biztonságnak, sőt az európai biztonság gyilkosa igazából, Putyin bérence, a Kreml propagandistája, az oroszok bábja, és még lehetett választani különböző jelzők közül, és hatalmas nyomás volt. Tehát, és mindez fizikailag is megnyilvánult, amikor a napirendi pont után fölálltam, egyből öten hatan lettek kollégák körülöttem, és mögöttem az asztal, tehát nem volt menekvés. Ott is még az ülés után is helyt kellett állni, de én elmondtam ott is mindenkinek, amit mindenkinek meg kell érteni, hogy Magyarország részéről ez nem egy taktikai kérdés. Tehát itt nem az volt, hogy jó, még van két nap a csúcsig, még van két perc a szavazásig, akkor Viktor, vagy Péter, vagy miniszterelnök úr, vagy miniszter úr, akkor hát ezt tudnánk ajánlani cserébe. Tehát ez nem a piac, vagy nem a bazár, tehát mi nem egy taktikai állásponttal mentünk, hogyha megkapjuk ezt, akkor majd itt változtatunk, mert azok az okok, ami miatt mi továbbra sem támogatjuk Ukrajnával a csatlakozási tárgyalások megkezdését, azok továbbra is fennállnak. Azok olyan okok, amit két perc alatt, egy kávézás idején nem lehet semmisé tenni. Köszönöm szépen, hogy elmondta, de mégis az alkút még lezárva. Ugye itt én megnéztem a szerdai bizottsági döntés után másnap, és egy cikket is írtam belőle, ezért jó alaposan átnéztem a X-en, tehát a Twitter utódján, hogy szocialisták, a Renew, tehát a liberálisok, EP képviselők, EP frakcióvezetők, európai pártcsaládok vezetői miket posztoltak ki. És talán az ID és a ICR-nak a csoportján kívül mindenki ugyanazt hangozta, hogy itt egy kenőpénzt adtak a bizottság, tehát van de lehet, kenőpénzt adtak a magyar kormánynak. Hát és mindenki magából indul ki. Hát nézd meg, a brüsszeli, az európai parlamenti működés erről szól. Hát ezért vittek el embereket, ezért vittek el szocialistákat börtönbe, majd engedték vissza őket az európai parlamentbe, és szavaztak arról, hogy Magyarország korrupt. Tehát mit várunk tőlük? Hát nyilván azt mondják, hogy kenőpénz, mert magukból indulnak ki. Igen, mert annyi minden történt egy hét alatt. Tehát az ukránok elfogadtak egy kisebbségvédelmi törvényt. Ezt úgy lehet egy összeesküvés elméletből összerakni, most ezt próbálom interpretálni, hogy a magyarok feléről kipipálva a kisebbségi probléma, amit mi felvetünk nekik. A magyarok megkapják a 10,2 milliárd eurót, és a jogállamiság kipipálva. Cserébe Orbán Viktor kimegy kávézni, és nincs Ukrajna elébe fekvés, és így összeáll egy összeesküvés elmélet, hogy egy háttérre alkulna a bizottság és Magyarország között. És azért állhat össze ilyen összeesküvés elmélet, mert az európai politika ma olyan szinten sekélyes, hogy egy-két mocsár már, komolyan mondom, ilyen felüdítő hatással lehet ehhez képest. Tehát mert ez a sekélyes gondolkodás van. Mert ma az európai politikusok döntő többsége a másnapi újság címlapjaig lát, hogy ott mit írnak róla. Tehát itt, hogy is mondjam, hosszú távú stratégiai gondolkodás ma már nem nagyon létezik az európai politikai vezetők részéről, valószínűleg azért, mert az európai politikai vezetők döntő többsége ingatag, instabil kormányok élén ücsörög, és ezért aztán, ahogy mondjam, a szék fogása, két kézzel és az egyensúlyozás viszi el az összes erejüket, meg energiájukat. Tehát a helyzet, még egyszer mondom, az, hogy vannak kérdések, amelyek taktikaiak, vannak stratégiaiak, meg vannak, amelyek történelmi síkon értelmezendőek. És mi ezeket soha nem szoktuk dimenziók és síkok között összekeverni. Az, hogy az ukrán parlament elfogadott valamilyen jogszabályt, annak én, hogy is mondjam, nem sok jelentőséget tulajdonítok, mert az, hogy az hogyan kerül majd végrehajtásra, vagy végrehajtásra kerül-e? De ígéretes. Azt azért nem mondanám. Nem? Hát én azt azért nem mondanám. 2015-ben kezdték el a magyar nemzeti közösség jogait és a többi nemzeti kisebbség jogait Ukrajnában csorbítani. 2015 óta. Nem tudom, azóta már hány ukrán külügyminiszterrel dolgoztam együtt, de mindegyikkel erről tárgyaltam, hogy lehetek szívesek visszaadni jogokat. 8 évig csak elvették a jogokat. 8 évig. Most jön egy parlamenti döntés,
És most tényleg azt gondoljuk 4 nap alatt, hogy akkor 8 évet zárójelbe lehet tenni. És ahogy próbáltuk az első gyors értékeléseket végrehajtani, hát ez nagyon messze van attól, mint amit mi elvárunk. Mert nekünk van egy nagyon egyszerű elvárásunk, nem bonyolult, mindenki meg tudja érteni. A 2015-ös állapothoz kell visszatérni. Ez, amit Ukrajnában elfogadtak, ez nagyon messze van a 2015-ös állapottól. És még egyszer mondom, lehet, hogy brüsszeli a nyelvezet, de implementation, implementation, implementation. Mindig ezt halljuk. Végrehajtás, végrehajtás, végrehajtás. Hát hogyan tudjuk megmondani egy 4-5 nappal ezelőtt elfogadott törvényről, hogy azt majd hogy fogják végrehajtani, miközben van egy olyan 8 éves track recordunk, ami mindenről szól, csak nem a korrektségről. De azért hosszú távon, akár középtávon is Ukrajna-EU csatlakozás azért magyar érdek is valamilyen szempontból, a kárpátai kisebbség miatt gondolom, vagy akár gazdasági és egyéb okokból, bár mondjuk agráriumban nem biztos, de hát, az a kérdés, hogy Magyarország, vagy akkor beszéljünk arra, hogy olyan külügyminiszterként lát arra esélyt, hogy esetleg hogyha tényleg egy jó iszonyban azt feltételezzük, hogy az első lépés volt, és majd az uniós csatlakozási tárgyalásokban, a magyar szorításban az ukránok egy komoly törvényt fognak elfogadni, akkor egy szerb mintára egy hasonló jó viszony tud egy ilyen középtávon kialakulni a magyar és az ukrán fél között, ha majd a háború befejeződik. Hát Tamás, két dolgot hadd mondjak. Az egyik az, hogy a szerbekkel lett egy történelmi megbékélésünk, az Európai Uniónak semmi köze nincsen, meg az európai integrációs törekvéseinknek sincsen semmi köze. Ami viszont azt a kérdését illeti, ami arról szól, hogy most akkor Ukrajna uniós tagsága milyen időhorizonton képzelhető-e vagy elképzelhető-e. Hadd mondjak két nagyon kicsi ügyet, két nagyon kicsi döntést az Európai Bizottság részéről, vagy európai részről, inkább úgy mondom, és annak nézzük meg, hogy milyen óriási hatása lett, aminek a kezeléséről halvány lila segédfogalma nincsen az Európai Bizottságnak. Emlékezzünk rá, döntöttünk arról, hogy a háború miatt megengedjük, hogy az ukrán gabona átutazhat, átszállíthatják az ukrán gabonát a közép-európai országokon azért, hogy az odaérkezzen azokba a kikötőkbe, ahonnan már biztonságosan el tudják őket szállítani Afrikába. Ezt képest mi történt? A közép-európai országok piacait elterítette a silány ukrán gabona, közép-európai gazdákat rendkívül nehéz helyzetbe hozva. Abból a döntésből, hogy csak hogy átvihetik. Ez lett. Mi volt az Európai Bizottság reakciója? Fogalmuk se volt, mit kell csinálni. Még minket szorítottak rá arra, hogy engedjük az ukrán gabonát. Igaz, hogy a döntés arról szólt, hogy csak át lehet szállítani, de engedjük, hadd terítse itt be a piacainkat. És közben az ukránok meg minket a WTO-nál feljelentenek, ugye? Miközben csatlakozásról tárgyalnak. Vagy a másik ilyen kis döntés. Úgy döntött Brüsszel, hogy az ukrán teherfuvarozó cégeknek nem kell fuvarengedély az Európai Unióba. Mi lett az eredmény? Egy hetes várakozás Ukrajna keleti határain, blokkádok, mert a lengyel és a szlovák szállítmányozási cégek egyből levették, hogy ebből óriási nagy baj lesz, blokkádok, verekedés, és a többi. Két ilyen kicsi döntésnek ilyen hatásai lettek, hát akkor, és akkor még a csatlakozási tárgyalások a fasorba sincsenek. De gondoljunk bele, hogy milyen hatások lehetnek. De ugye itt lesz egy hosszú tárgyalás, és azt mondja, hogy implementation, ezt idézte előbb, hogy az ukránoknak is teljesíteniük kell idővel. Eddig se tették, de van önnek reménye, még egyszer megkérdezem, van reménye önnek, hogy középtávon az ukrán-magyar kapcsolat konszolidálódik az EU-s csatlakozás nyomására? Most az, hogy konszolidálódnak-e a magyar-ukrán kapcsolatok, ahhoz megint semmi köze nincs az Európai Uniónak, mert az nem az Európai Unióhoz való csatlakozási szándék kérdése, hogy egy kérdése kellene, hogy legyen, hogy egy országban tiszteletbe tartják-e a kisebbségi jogokat, vagy nem, hanem ez egy alapdolog. Ha EU tag akar lenni az ország, ha nem akar, ha csatlakozni akar, ha nem akar tárgyalni, az, hogy a nemzeti kisebbség jogait tiszteletben tartják, ez olyan evidensként lenne, mint hogy most itt ülünk mind a ketten. De jól láthatóan nem az. És mi nem fogadjuk azt el, hogy ez egy alkú alap, hogy azért, mert az ukránok tiszteletbe tartják a kisebbségi jogokat, cserébe bejöhetnek az Európai Unióba, hát álljon már meg a menet. Hát ez mindennek az alapvető feltétele, hogy vannak olyan alapvető európai jogszabályok, rendelkezések, értékek, amelyeknek a tiszteletben tartása mindenkinek a kutya kötelessége. Hát nehogy már valaki arra akarjon alkudozni, hogy akkor tartja tiszteletbe a kisebbségi jogokat, ha nem tudom, hogy mit kap cserébe. Hát ez... Most az a kérdés, hogy mi ukrán kérdés után váltunk témát, hogy van-e még 50 milliárd eurós ukrajnai segély, Orbán Viktor ezt megvétózt, itt viszont tényleg volt egy vétó, januárra átolták a döntést, vajon milyen reménye van az Európa Tanácsnak, vagy az Európai Bizottságnak arra, hogy a magyar miniszterelnök mondjuk egy másfél hónap alatt meggondolja magát? Hát fogalmam sincsen, mert mi világossá tettük már a legelején, hogy ez nem fog menni.
Hát eleve eddig adtunk 80-valahány milliárd eurót Ukrajnának, az európai adófizetők pénzéből 80-valahány milliárdot. És senki még egy kimutatást nem látott, hogy ezt mire költötték. Mire költötték? És akkor itt van az 50 milliárd euró, meg egy újabb hitelfelvételi szándék az Európai Unió részéről. Hát egy, mi nem vagyunk támogatói annak, hogy az utódaink, unokáink, dédunokáink jövőjét elzálogosítsák. Egy. Kettő. Egyszer megpróbálta már az Európai Unió ezt a hitelfelvételt, aztán látjuk, mi lett belőle. A helyzet az, hozzájárultunk mi is ahhoz, a bizottsági elnök kifejezett személyes kérésére, hogy a COVID utáni helyreállításhoz szükséges pénzügyi források biztosítása érdekében legyen közös hitelfelvétel, és erre nem adják oda nekünk. Tehát most egy újabb hitelfelvételhez akarják megnyerni a mi támogatásunkat, miközben a lengyelekkel mi ketten nem kaptuk meg a nekünk járó pénzt az előző hitelfelvételből. Hát most tényleg az ember nem tudja, hogy mit csinálni, de azt nem legegyszerűbb, hogy kinevetjük ezt az egészet úgy, ahogy van. Még egy pénzügyi dologról beszéljünk, még azt várjuk el. Ez a Magyarországnak meg a bizottság által megítélt a jogállamisági kritériumoknak a magyarországi változások, reformtörvények megfeleltek, ezt mondja a bizottság, és akkor ez a 10,2 milliárd eurós támogatás, ez lehívható. Sokan úgy rakják össze a sztorit, hogy egy nappal a csütörtöki EU csúcs kezdet előtt jött ki ez a bizottsági döntés, például Sophie in't Veld, liberális EP képviselő, aki egyébként jó viszonyban van von der Leyennel, de mégis azt mondta, hogy mondjon le a bizottsági elnök, mert annyira nyilvánvaló az egynapos eltérés, az összefüggés, hogy itt egy nyilvánvaló a bizottság beadta a derekát, de mi a megfejtése önnek? Tehát a bizottságnak az igazi motivuma az volt, hogy tényleg elfogadták, hogy ezek a törvényi módosítások eleget tesznek az Európai Uniós kívánalmaknak, Magyarország szerdától jogállam. Vagy csak enyhíteni akarták a büntetési tételt talán. Hát jogsértésben vannak. Óriási, hatalmas jogsértésben van az Európai Bizottság. Mert nekünk járó Európai Uniós forrást nem adnak oda. Ez egy jogszabálysértés. A mi pénzünket nem adják ide. Tehát azt, hogy most ideadták az egy harmadát, ezzel maximum a lelkiismeretlen lehetett könnyíteni, meg a büntetési tételt majd enyhíteni a végén. Hát szóval szerintem nagyon fontos, hogy itt pontos definíciókban gondolkozzunk. Az európai források nem humanitárius adományok. Nem a nyugat-európaiak jófejségéből állnak elő. Hanem ezek olyan pénzek, amik az európai gazdasági teljesítménnyel jönnek létre. Nem ide leesnek az égből, hanem az európai gazdasági teljesítmény hozza őket létre. Az európai gazdasági teljesítmény meg 27 ország lakosainak munkájából jön létre. Tehát ez a magyarok, meg a lengyelek a saját munkájukkal ugyanúgy hozzájárultak. És ez bizonyos szabályok szerint, elosztási szabályok szerint a miénk. Igen, de ezt összekötött az Európai Bíróság a jogállamisági kritériumokkal sajnos. Volt egy döntés, és Magyarország... Igen. Ugye, a lobby sikerült, tehát itt a pénz megjön, csak az a kérdés, hogy milyen ára volt, hogy Magyarország túlságosan beadta a derekát a brüsszeli kívánalmak, vagy ez egy észszerű kompromisszum? Azt meg mindenki tudja szerintem, hogy ezek a jogállamisági kritériumok, ezek ilyen szubjektív történetek, amelyeknek a definíciószerűsége, az objektivitása a nullával megegyező, és ezek tökéletesen alkalmasak arra, hogy politikai zsarolás alapját képezzék. Tehát ezek nem definitív dolgok, ezek nem objektíven megítélhető dolgok. Ugye talán emlékezzünk rá, amikor kormányra kerültünk még 2010-ben, akkor ugye egy nagy médiatörvénymódosítást hajtottunk végre, talán még megvan. És azért is kaptunk aztán hideget-meleget, hiába bizonygattuk, hogy nem volt olyan mondata a médiatörvénynek, ami egy másik európai ország médiatörvényében ne lett volna megtalálható. És mégis mit mondtak a végén? Jó, de az, ha ez mondjuk egy francia, egy olasz vagy egy német jogszabályban benne van, az más, mint ha benne van egy magyarban. Tehát ebből látszik, az egész szubjektív, politikai zsarolásra ad alkalmat, és alapvetően azokkal szemben alkalmazzák, akik nem hajlandók a liberális mainstreamnek behódolni, hanem egy patrióta politikai stratégiával, részben a keresztény értékek megőrzésére, részben pedig a nemzeti érdekérvényesítésre helyezik a hangsúlyt. És ön szerint ez szerdától véget ért ez a küzdelem, vagy most egy pont egy folyamat végén, és kezdődik egy új folyamat, és egy újabb szuverenitási vagy jogállamisági vita majd mondjuk 24-ben? Hát mivel nekünk járó összegeknek a harmadát szabadították föl ezzel, és még az sincs itt. Tehát én nem nagyon látom, hogy nagyban változott volna a helyzet. Világos. Akkor beszéljünk arról, és ez összefüggésben, amiről eddig beszéltünk, hogy a nagy remény az, hogy a 24-es EP választáson, hogyha jobboldali erők tudnak erősödni,
az hatásra lesz a bizottság munkájára, és nyilván az Európa Tanács összetételi valamennyire, de egy parlamentben mindenféleképpen a politikai döntéshozatalra erőteljes befolyást tud bírni. Az a két jobboldali frakció, amivel mondjuk Orbán Viktor, a Fidesz is próbál közeledni, de még nem állt össze még a 24-es választásra se ez a kép. Két kérdésem lenne, az egyik majd a Fideszre vonatkozik, de először a nagy képet, hogy mi a súlya az EP választásnak a kontinens jövőjére nézve? Szerintem sorsdöntő jelentőségű lesz a választás, mert az európai versenyképesség a bányászbéka hátsó fele alatt van jelenleg. Tehát ha megnézzük, tavaly volt az első év, hogy visszacsúszott az Európai Unió már a harmadik helyre a globális GDP-hez való hozzájárulás tekintetében. Kína megelőzött minket, és gyorsvonatként hagy el minket. Az elmúlt 10 évben az Európai Unió részesedése a világgazdasági teljesítményből lecsökkent 22-17%-ra. Jól láthatóan a kulcs európai iparágban, sőt a kulcs globális iparágban, az elektromos autóiparban a nagy nyugati gyártók 100%-ban keleti beszállítóknak vannak kiszolgáltatva. Ha kicsit, hogy is mondjam, önbizalommal teliben akarjuk mondani, akkor van egy kölcsönös függés, de ez azért, hogy is mondjam, inkább a kiszolgáltatottság irányába megy el európai szempontból. Tehát, és azt gondolom, hogy ezt a versenyképesség csökkenést az okozza, hogy ma gyakorlatilag minden át van ideologizálva és át van politizálva. Tehát amikor a német külügyminiszter kolléganő arról beszél, hogy decoupling kell, és az európai és a kínai gazdaságot szét kell választani egymástól, közben megnézem, hogy a nagy német autóipari vállalatok a kínai akkumulátor beszállítása alapozzák az elektromobilitási stratégiájukat, hogy itt Magyarországon a kínai és a német cégek nem, hogy egy városba, de szomszéd telekre költöznek annak érdekében, hogy együtt tudjanak működni, akkor azt mondom, hogy mi van? Tehát hogyha nem tudják a patrióta józanész alapján élő álló pártok átvenni, ha nem is a vezetés, nem tudnak egy nagyobb befolyásra szert tenni, vagy nagyobb súlyra szert tenni az Európai Parlamentben, akkor itt a következő években ez a lejtmenete az Európai Uniónak még fel fog gyorsulni. És akkor óriási nagy baj lesz. Ugye mi is egy olyan gazdaság vagyunk, amely észszerű alapokon áll, kelet és nyugat találkozási pontjaként határozzuk meg magunkat, ezért lehetünk sikeresek. És ha ez itt működik, akkor működnie kéne Európa szerte is. De jól láthatóan, mindaddig, amíg minden kérdés ilyen ideológiai, dogmatikus alapon kerül megközelítésre, addig a józanésznek nincs helye az európai politikai vitákban. Ez a nagy baj. És 21-ben a Fidesznek a pozíció hogyan fog változni van az EP? Tudom, ez nem az olyan területe, de nagyon érdekes, hogy van két jobboldali csoport, már előbb említettem. A közeledés még ez valószínűleg nem fog megvalósulni se a kampányidőszakban, majd inkább a következő ciklusban a két csoport között, vagy igen? Hát ez nem tudom előre megmondani, egy biztos, hogy azért nekünk súlyunk van. De úgy értem, hogy a két nagy pártcsalád, hát ID és az ICR igen, között. Az lehet, hogy nem. Ez egy nehéz ügy, nem? Mert lehet, egyesül... Úgy tűnik kívülről, de a Fidesz hova megy? ICR fele? Hát ugye szerintem most már ezt abból a szempontból érdemes megnézni, hogy a 2024 után milyen politikai térképe jöhet létre Európának. És hogyha a patrióta pártok megerősödnek, akkor őszintén remélem, hogy a felismerés megszületik, hogy egységben az erő, és őszintén remélem, hogy létre tud jönni egy olyan pártcsoport majd az Európai Parlamentben, amely nem az eddigi mainstreamhez fog tartozni, és nem az eddigi kézkezet most, meg úgyis mindegy, mi a végeredmény, mi néppártiak, szocik és liberálisok és zöldek úgyis összeállunk a végén, és tök mindegy, hogy honnan jövünk, és milyen ideológiát képviselünk, lényeg az, hogy mi osszuk el a pozíciókat. Tehát remélem ennek vége lesz, és a patrióta pártok ezt az eddigi ilyen együttműködést szét tudják verni. Hogy ez létrejön, azt nem tudom. Szerintem rajtunk nem fog múlni. Ha megnézzük, akkor a legutóbbi európai parlamenti választáson is az első négy helyen egyébként négy elég karakteres párt végzett. Ugye mi kaptuk a legtöbb támogatást, 54% körül voltunk, ha jól emlékszem, a legutóbbi európai parlament, vagy 52 az európai parlamenti választáson, és a PIS, a LEGA, meg az ÖVP végzett a következő három helyen. Tehát az első négy hely az jó volt, csak aztán a nagy massza az úgy jött létre, hogy ebből nem az jött ki, mint amit az első négy hely mutatott. Hát abban, nézd, ugye megindult a pesti gyors, pozsonyi átszállás, Hágába érkezés. Tehát azért az látszik, hogy van mozgás az európai párttérképen, tehát azért hiába a liberális nyomás
nyomás, hiába a közvéleménykutatók lekicsinlése, azért mégiscsak a patrióta pártok több országban is olyan erőpozícióra tettek szert, ami ellen nagyon sokan dolgoztak, és mégis sikerült. Tehát az, hogy Geert Wilders az első helyen végez egy olyan mandátumszámmal, amivel, és akkor most majd jönnek a demokrácia bajnokai, akik minden gond nélkül ki akarják hagyni a választáson győztes pártot a kormányzó koalícióban. Szóval itt azért a kettős mércének, meg a képmutatásnak a nagyon komoly iskola példáit látjuk. Ugye Európai Néppárt nélkül azért nem fog menni, de azért nagyon érdekes felállás lesz, hogyha megerősítik ez a két jobboldali párt család, akkor olyan Manfred Weberék milyen helyzetbe kerülnek, és esetleg meghozzák ezt a döntést, hogy a három jobboldali frakció egyesül a többség érdekében, és ott hagyják a szocdemeket és a liberálisokat, és megrendül az a nagy status quo, ami az Európai Parlamenten. Tehát ez egy költői kérdés. Hát igen, ezt nem tudhatjuk, bár Manfred Webert ismerve, meg a, hogy is mondjam, a karaktert, vagy annak hiányát látva, nem tudom, hogy nagy összegű fogadásokat kössünk-e és hűtsük belőle a kölyök pesgőt, de hát meglátjuk, mert akkor még ez politikában minden lehet. Okay. Ha megengedi, nyissunk akkor egy globális képre. A világrend változásban vagyunk, ennek a műsornak is egy ez a című világrend, és azt tudjuk, hogy az ön tárca vezetésével azért a Kína és az orosz kapcsolatok is, ez a köldökzsinór elősen megvan, és ahogy említette, a németek is, meg mindenki kereskedik velük. De a kérdésem az lenne, hogy a nyugati érdekszférába tartozó, nyugati szövetségi rendszerben NATO, EU, és azért az amerikai vezetésű, hát most már megbomló hegemon világrendben azért a tézis az, hogy ezek a feltörekvő államok a globális dél vezető vindikátorai, ezek a gonosz tengelyet alkotják Irán, Észak-Korea, Oroszország és Kína, és van egy háború is, csendes óceánon is fityeg egy tajvani konfliktus, és Magyarország ezzel a kínai-orosz kapcsolatban, oroszokkal már bajban vagyunk egy kicsit, kapja ön is a kritikákat, de a Kínával is bajba kerülhetünk. Ön hogyan látja a kínai-orosz kapcsolatunkat? Hát én úgy látom, hogy az Egyesült Államok tavaly az első fél évben, bocsánat, idén az első fél évben 416 tonna uránt vásárolt Oroszországtól. Ez nagyon nagyban azért nem lehet. 416 tonna uránt vettek az amerikaiak Oroszországtól idén az első fél évben, ami kétszer annyi, mint tavaly, és az elmúlt 18 évben a legnagyobb uránvásárlás amerikai részről Oroszországból. Hogy ezután milyen baj lehet, azt nem tudom. Persze ilyenkor mindig felötlik bennem, hogy a balti kollégák állandóan azt szorgalmazzák, hogy az orosz nukleáris ipart sújtsuk szankciókkal, és nem tudom, hogy akkor a kettő között van-e összefüggés, vagy csak véletlen egybeesés, vagy valamilyen gazdasági érdekek vannak itt a háttérben. Vagy mondok önnek mást, az Európai Unió tagországai és Kína kereskedelmi forgalma tavaly 865 milliárd euró volt, ennek mi a 2%-át képviseljük. 2%-át ennek a 860 akárhány milliárd eurónak. Tehát itt egy hatalmas képmutatással, szembesülünk. A paksi atomerőmű beruházás ugye hozzám tartozik. Most a résfalazás műveletével végeztünk. 2700 méternyi résfalat meg kellett építeni, ez az a fal, ami körbeveszi a leendő nukleáris blokkokat, lemegy vagy 20 méterig, biztosítja azt, hogy az alap tuti legyen. Ezt egy német-amerikai vállalat csinálta. Úgyhogy a Rosszatom a fővállalkozó, és a Rosszatomot szankcionálni akarják. Egy német-amerikai vállalat építette a résfalat. Jönnek majd a franciák dolgozni benne. Jönnek az osztrákok dolgozni benne. Tehát itt a helyzet az, hogy nem szabad hülyének lenni már, elnézést a kifejezésért. Mert amikor mi kínai beruházásokért versenyzünk, akkor nekünk a nyugat-európaiak a vetélytársaink. Hát azok a nagy kínai beruházások, amikért a versenyeket megnyertük, azokért az utolsó pillanatokig nyugat-európai vetélytársakkal kellett küzdenünk. És adták az ajánlatokat, hogy oda menjenek a kínaiak. Már úgy értem, hogy legitimen, tehát a beruházás ösztönzési ajánlatokat. Meg mi is nyilvánvalóan. Hát Kína akarná, hogy az jelenleg zajló technológiai forradalom vezére legyen, vagy előhaladjon. Mi most ebben az új technológiai forradalomban előmegyünk, mert itt a világon a negyedik legnagyobb elektromos akkumulátorgyártási kapacitása van Magyarországon, és hamarosan a másodikon leszünk. De hát nézzük meg, hol épülnek a nagy akkumulátorgyárak Amerikában, Franciaországban, Németországban, és nyilván azt szeretnék, ha minél több lenne. És ezért utálnak minket ebben a versenyben, mert mi ugye nem dogmatikus külpolitikát folytatunk, hanem észszerűt.
De érdek alapút és nem érték alapút, ezt is egyszer kimondták. Hát mit jelent az egyik, mit jelent a másik? Nagyon nagy kérdés. Mert én azt gondolom, hogy a nemzeti érdek képviseleténél fontosabb érték nem nagyon lehet a külpolitikában. Igen. És a nemzeti érdek az, hogy minél több munkahelyteremtő beruházás jöjjön Magyarországra. És ugye mivel a külpolitikánkat a külgazdaság szolgálatába állítottuk, itt más cél nem lehet. Világos. Én arra gondoltam, hogy Magyarország mikor kerül egy olyan helyzetbe, már Oroszország kapcsán részben megtörtént, hogy egy állam nyilvánvalóan egy másik államnak a területi integritását megsért. Ez így van. Háborús bűnöket követ el, az ENSZ kimondja. És tehát más államok elvonulnak, Magyarország ott marad a mesdjén. Vagy hogyha Kína megtámadná Tajvant, és azért ez nem egy irreális forgatókönyv 10 éven belül, és ha Magyarország jó kapcsolatokat ápol Kínával, akkor mi az a pont külügyminiszterként, amikor azt kell mondani, hogy nekem Lavrov úrnak, vagy a aktuális kínai külügyminiszternek valami kell mondanom, ahogy az amerikaiak ugye rákényszerítik a demokrácia felfogásukat, mi nem, de nekünk is kell valamit mondanunk, az emberi jogok, a demokrácia, a területi szuverenitás és egyéb ügyekben. Én nem csak Szergej Lavrov kollégámnak mondtam azt, hogy mi elítéljük a háborút, ez nekünk rossz, és jó lenne, ha minél előbb véget érne. Tehát én nem ilyen brüsszeli zárt ajtók mögötti ökörrázós harcos vagyok, mert az bárki meg tudja csinálni. Én ott ültem a Russian Energy Week rendezvényén Moszkvában. Volt vagy 1000 ember a teremben. És én ott mondtam el mindenki előtt, úgyhogy az orosz miniszterelnök helyettes, aki az energiügyeket felügyeli, ült mellettem, a másik oldalon meg a legnagyobb orosz energiacégek vezetői. És ott mondtam 1000 ember előtt, hogy a háború nekünk rossz, azt elítéljük, legyen vége. Tehát Washingtonban meg Brüsszelben én is tombrázni az öklömet haverok haverok között. Tehát ez kapcsolat kell. Én elmentem és elmondtam. És közben pedig azt is elmondom a nyugatiaknak, hogy fedezzék fel azt, hogy hogyan lehet Tesco szatyorból vagy hátizsákba földgáz szállítani. Mert amint felfedezik, azonnal készek vagyunk arra, hogy átgondoljuk, hogy az oroszokkal folytatott energetikai együttműködésünk jövője hogyan nézzen ki. De mindaddig, amíg csövön, hogy ezt a szakifejezést használjam, lehet földgáz szállítani, és ezek a csövek itt Közép-Európában úgy lettek elrendezve és megépítve, hogy azok az oroszországi irányú szállítást teszik szükségessé, addig nekünk itt senki nem magyarázzon. Mert amikor arról volt szó, hogy ne építsünk az oroszokkal atomerőművet, akkor megkérdeztem ott a másik 26-ot, hogy melyik kötök vállalja át ezt a szerződést ugyanazon összegért, ugyanolyan jó technológiával, ugyanolyan menetrenddel. Mert ha egyik kötök se vállalja, akkor meg melyik kötök jön el Magyarországra, és mondja azt a magyar embereknek, hogy kedves magyar emberek, azért nem tudjuk garantálni az energiaellátásotok biztonságát, és azért nem tudjuk garantálni a rezsicsökkentés eredményeink a fenntartását, mert mi brüsszeliek, washingtoniak, nem tudom én kik, ideológiai okokból úgy gondoljuk, hogy ti ne építsetek atomerőművet az oroszokkal. És akkor neki csak ült azt nézett, vagy nézett lefele. Szóval, hogy tehát nem... Teljesen világos. Megbeszéltük, 3 nagy gócpont van a geopolitikában, háborús vagy háború közeli helyzet. Ugye az egyiket megbeszéltük, az ukrán-orosz konfliktus, megbeszéltük a tajvani kínait. És van egy harmadik, ugye a Közel-Kelet, ahol itt hagyd ne értékekbe és lózungokba beszéljek, hanem tényekben. Az Al Jazeera összesítette 118 tagállamnak az ENSZ közgyűlésben elhangzott nyilatkozatait, beszédeit, és hogy milyen gombot nyomtak. És ebből nagyon érdekes, hogy Magyarország tippeljen, mondjuk a 118-ból Izrael és a palesztin barát vertikumban Magyarország hol van? Hát fogalmam sincs. Önirányítja a tárcát nyilván. Én azt tudom, hogy hogy szavaztunk, de nem ilyen szempontok szerint gondolkozom. Az első 10-ben, én úgy láttam. Első 10-ben milyen szempontból? Olyan szempontból, hogy nem használjuk azt a kifejezést, hogy megszállás, csomó szempontot írt az Al Jazeera, vagy hogy milyen tűzszüneti, vagy fegyvernyugvási dolgot. Szerintem ennél vannak fontosabb dolgok. Például a következő. Itt van ez az egész közel-keleti konfliktus. Három fontos dolog van magyar szempontból. És ezt kell mérlegelni. Egy, hogy mi Izrael szövetségesei vagyunk, és azok is maradunk. És ezért beszélünk világosan arról, hogy az egész mégiscsak ott kezdődött, hogy egy ország aludt, és kilőttek rá 3000 rakétát. Hát szóval álljon már meg a menet. Azért ezt ne felejtsük el, hogy az innen indult. Egy. Kettő. Fenntartjuk, szövetségesek voltunk Izraellel, és tudunk is, és maradunk is. Stratégiai partnereink az arab országok, és ma is azok, és azok is lesznek, mert világosan beszélünk arról is, hogy az általunk gondolt legjobb megoldás a közel-keleti békére, nyugalomra és békés egyes mellett érésre, az Ábrahám megállapodások ügyének életben tartása.
És mi azt szeretnénk, hogyha azok a felelősségteljesen viselkedő arab országok, akik tiszteletre méltó módon megindították a kapcsolatai normalizálását Izraellel, és a saját állampolgáraik mindennapi életét jobbá tevő megállapodásokat kötöttek, ők tovább tudják ezt csinálni. Stratégiai partnerei vagyunk az arab országoknak, szövetségesei vagyunk Izraelnek, és emellett, és itt jön a legnagyobb történet szerintem, és emellett meg tudtuk menteni a magyar embereket. Én tudok személyesen beszélni minden gond nélkül, és szoktam is az izraeli külügyminiszterrel, a katari kollégával és az egyiptomi külügyminiszterrel. Velük hármajukkal folyamatosan forró dróton voltam, folyamatosan. Ennek eredményeként 570 magyar otrakett, magyar állampolgárt ki tudtunk hozni Izraelből, mindenkit biztonságban. Az elsők között, amint megnyílt a lehetőség, az elsők között tudtuk kihozni Gázából az otrakett magyar állampolgárokat, a 15-ből 14-et, a 15-et azért nem, mert ott akart maradni. Az elsők között hoztuk ki őket, mert az egyiptomiak és az izraeliek segítettek. És eddig három magyar túszunk szabadulhatott ki, mert három hölgy, illetve gyerek volt azon öt között, öt magyar állampolgár között, akik a Hamasz túszai, és mind a három az elsők között szabadult ki, mert a katariak segítettek benne. Tehát nem az Al Jazeera hülye szempontrendszerét kell itt figyelembe venni, hanem azt, hogy meg tudod-e menteni a magyar embereket, fent tudod-e tartani a stratégiai kapcsolatrendszeredet az arabokkal, és fent tudod-e tartani a szövetségesi kapcsolatrendszert Izraellel. És ez működik. És ez működik. És lehet mindenfajta... Ezek számok egyébként, hát, de, igen, de mi értelmük nem, van? És egyébként nem előítéletből írta ez a szerző, hanem egyszer összesítették, csak... hogy az jött ki belőle, hogy Magyarország támogatja Izraelt. Igen, ami nem egy szégyeni valadok. Sőt, az ember életek szempontjából kell ezt megközelíteni. Teljesen világos. Viszont én egy másik szintről hagyd kérdezzem meg, és ez a motiváció szintje, hogy ebben benne van, hogy látványosan a Fidesz a Likuddal jobban, és a kormány támogatja Izraelt, és jobban van, akár a foci csapat felcsúton játszik, stb. Tehát, hogy olyan gesztusok vannak, hogy ez ennek mögött egy olyan is lehet, hogy a Fidesznek vagy a kormánynak a régi stigma miatt, hogy a jobb oldal Kelet-Európában antiszemita, stb. Egy ilyen kompenzálás is benne, hogy mi megszabaduljunk ettől az antiszemita stigma? Vagy pedig ez értékválasztás, hogy mi Izrael egy kultúrkörből vagyunk? Hát ugye ott van a zsidó-keresztény közösség, ugye? A történelmi hagyomány, a történelmi örökség. Ott van a személyes barátság a miniszterelnök és Benjamin Netanyahu között. De a miniszterelnök kiváló viszonyt ápol a katari emírrel. Én kiváló viszonyban vagyok a katari miniszterelnökkel, aki külügyminiszter, kollega is egyben. Kiváló barátságot ápolok az egyiptomi külügyminiszterrel, a miniszterelnök kiváló viszonyban van az egyiptomi elnökkel. Személyes barátságot ápolok a bahreini külügyminiszterrel. Eli Cohen, az izraeli külügyminiszter, mikor itt volt Budapesten, eljött hozzánk haza Dunakeszire. Tehát, hogy mondjam, itt a külpolitikának ez a lényege. Tehát az, hogy megpróbálj olyan kapcsolatot fenntartani, akivel csak lehet, hogyha baj van, akkor az segítsen. Mert a kínai vakcinának a dokumentációját az Egyesült Arab Emirátusoktól és Bahreintől kaptuk meg. Mert mégiscsak tudtunk venni 2 millió Sputnikot, amivel megmentettük itthon sok százezer ember életét. És ezek után mondjuk bárki csodálkozik, az orosz egészségügyminisztert nem engedem rátenni az európai szankciós listára. Ki tudtuk hozni Gázából a magyarokat, ki tudtuk hozni Izraelből a magyarokat, ki tudtuk hozni a túszul ejtett magyarokat. És ehhez mindenki, mindig mással kellett jobba lenni. Olyanokkal is, akik egymással nincsenek jobba. De hát erről kell szóljon a külpolitika. Tehát amikor kérdezik, hogy miért beszélek ezzel, azzal, miért utazok ide meg oda. Most, amikor kihoztuk az embereket, senki nem kérdezte meg, hogy hányszor voltam ott. Igen. Miniszter úr, 40 perces keretbe állapodtunk meg, ezért én egyre leszűkítem, még azért több téma lenne, de legyen csak akkor, és hát ez egy fontos ügy a végére, az amerikai-magyar kapcsolat, ugye, hát itt is fontos. Az U15-ös futball, mert az is fontos. Legyen az a végső akkor, de akkor legyen az EB-re vonatkozó kérdés a végére. Okay. Tehát itt van egy, hát Andy Goodfriend évek visszatértek. Van egy olyan... Úgy látom. Igen. És hogyha megengedi, nem is egy 2.0 verzió, nagyon látványosan. Verzió, igen. És ha megengedi, nem is a saját újságíró szempontomat, és nem is egy amerikai kormányzati, hanem egy harmadik, egy amerikai konzervatív szempontból, és hogyha kérem csak röviden ezekre a tézisekre válaszoljon, Stephen Scholl, az MCC vendégoktatója egy másfél évvel ezelőtt mondta nekem interjúban, amikor a magyar-amerikai viszonyról, csak én tézismondatokat idézek. Magyarországot azért kellett megbüntetni, mert a Republikánus Párt és a Fidesz túl közel került egymáshoz. Hát egy személyes élményt hagy hozzak ide. 2014. szeptember éppen miniszter lettem, és természetesen elmentem Washingtonba, ahol világosra tették, hogy ugyanúgy, hogy a miniszterelnök urat nem fogadták a Fehérházban, engem se fog fogadni a miniszter, mert hát külügyminiszter, mert hát amilyenek vagyunk, ugye? Ez még a demokrata kormány alatt. És akkor leültem Victoria Nulanddal, aki most külügyminiszter helyettes, akkor is talán assistant secretaryként működött,
Leültünk egy ilyen, hát nem ilyen, egy kicsit alacsonyabb dohányzóasztal mellé, és így hát oda hajított egy talán két vagy három, azt hiszem két oldalból álló dokumentációt. És mondta, hogy hát akkor miniszter úr, az a helyzet, hogy ha ezeknek a cégkitűzéseknek képesek leszünk megfelelni, akkor beszélhetünk a két oldalú politikai kapcsolatok fejlesztéséről, ha nem, akkor nem. És akkor ilyenek voltak a papírra írva, hogy hogyan módosítsuk az alkotmányt, a médiatörvényt, az egyházi szabályokat, a nem tudom micsodákat. Tehát a magyar parlamenti döntésekre vonatkozó elvárások. És amikor jeleztük nekik, hogy ez nem fog menni, akkor onnantól kezdve világos volt, hogy a demokraták velünk semmilyen együttműködésre nem lesznek hajlandóak. És ugye a republikánusok ugye pont az ellenkezője. Hát a republikánusokkal mindig is egy korrekt, kiegyensúlyozott, kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatot tartottunk fenn. És ez nyilvánvalóan nem tetszik a demokratáknak. Hát nem tetszik nekik az, hogy Donald Trump rendszeresen pozitív példaként hivatkozik a magyar miniszterelnökre. Nem tetszik nekik az, hogy a kettejük között van egy kollegialitáson is túlmutató jó kapcsolat. De hát én azt gondolom, hogy ennek a rabjává nem szabadna ejteni egy kétoldalú kapcsolatrendszert, mert mi mindig együtt dolgozunk szívesen azzal, akit az adott országban megválasztanak, mert ellentétben velük nekünk nincsen olyan célkitűzésünk, hogy megmondjuk, hogy kit választanak meg hol. Második idézet, attól tartanak, legalábbis Amerika, hogy Magyarország egy orosz vagy kínai előretolt helyőrségé válik Európában. Hát ez butaság. Tehát a helyzet az, hogy van egy ilyen hülye beidegződés a világpolitika számos szereplőjében, ami arról szól, hogy mindig másnak a szemüvegén keresztül akarják látni magukat. Tehát például hétfőn és kedden az ukrajnokkal való csatlakozási tárgyalások megindításáról szóló vitában az érvek nagy része, nem tudom hány százaléka, arról szólt, hogy erről majd az oroszok ezt hogy fogják értelmezni. És mondtam, hogy nem teljesen mindegy. Hát nem teljesen, hogy az oroszok hogy értékelik? Hát nehogy már most az Európai Unió odáig alázza saját magát, hogy egy jövője szempontjából stratégiai döntést az alapján ítél meg, hogy egy külső szereplő arról mit gondol. Hát hova jutunk így? Tehát mi magyarok soha nem más szemüvegén keresztül nézzük a saját döntéseinket, a saját szemünk, mert nem is tudjuk, nem is lenne értelme. A saját szemüvegünkön keresztül kell nézni a dolgokat. Tehát minket nem érdekel, hogy egy-egy stratégia vagy nem stratégiai döntésünkről az oroszok vagy a kínaiok mit gondolnak. Az se, hogy az amerikaiak, vagy a belgák, vagy a kongóiak nem megbántva egyiket se. Nem érdekel, mit gondolnak, mert az a mi stratégiai döntésünk, a mi szempontrendszerünk alapján, a mi mérlegelésünk alapján. Hát gondoljanak, amit akarnak. Utolsó az pedig így, szóval ez nem idézet, inkább összefoglalom, okay, hogy az a probléma Scholl úr szerint az amerikai demokrata párt által vezetett diplomáciával, hogy nem csak az Amerika állam érdekeit képviseli, hanem a külképviselete, a budapesti is egy politikai ideológia képviselőjévé is szegődött, ami összekeveri a két érdeket. Egyetért ezzel? Hát, sőt, szerintem a helyzet még ennél is rosszabb, mert gyakorlatilag helytartóként viselkednek. Tehát én minden egyes nagykövetemnek megtiltottam, és mindenki számára világos is ez az elvárás, tehát nem szólhatnak bele az adott ország belső ügyeibe. Nem kommentálhatják, mert semmi közünk hozzá. Tehát én azért küldök nagykövetet egy másik országba, hogy építse a két oldalú kapcsolatokat. Nem az, hogy beleokoskodjon. Tehát én például megtiltottam mindenkinek, hogy részt vegyen olyan közös politikai akciókban, amilyen demars átadás, tüntetésen való részvétel, közös nem tudom én milyen. Nem, nincs ilyen. Nincs ilyen. Mi azért vagyunk ott, hogy építsük a kapcsolatokat, és nem az, hogy beleszóljunk. Tehát én, ha az én washingtoni nagykövetem elkezdene beleokoskodni az amerikai politikába, és elmondaná, hogy ez a döntés azért rossz, meg nem így kéne csinálni, meg mondjuk elkezdeni antiszemitizmussal vádolni az Egyesült Államokat, akkor én azonnal hazaívnám és kirúgnám. Holott mondjuk, hogy a David Pressmannak van-e nagyobb joga minket antiszemitizmussal vádolni, vagy amerikai vonatkozásba felvetni ezt látva az elmúlt hetek, hónapok eseményét az Egyesült Államokba, hát azért na, álljon már meg a menet. Tehát olyan vörös vonalak átlépésére történik sor, és olyan súlyos inzultusok érnek minket a nagykövet úr által, amiket egyszerűen nem vagyunk kötelesek, és nem is vagyunk hajlandóak elviselni. Tehát világosra tettük mindenki számára, hogy itt mi nem helytartókat fogadunk, itt működési engedélyt mi nagyköveteknek adunk, nem helytartóknak, mert ez egy független állam. Mi nem vagyunk egyik csillag sem ott a kékmezőben. Tehát azért ez legyen világos mindenkinek. Miniszter, utolsó kérdésem, és egy szavas válasz is elegendő, és befejeztük ezt a évvégi beszélgetést. EB június, meddig fog eljutni a magyar válasz? A csoportból mindenképp tovább kell jutni. És tovább?
Meg még tovább, és annál is tovább, és a legtovább. Köszönöm szépen. És akkor, ahogy ígértem, most politikáról beszéltünk, hogyha van kedve, akkor jövőre a külgazdaságról is akkor beszélhetünk. Hát, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megkívtok. Köszönöm szépen. Kedves hallgatók, kedves nézőink, Szijjártó Péter volt a vendégünk. Köszönjük a figyelmüket, jövő héten még egy ukrán adással folytatjuk, aztán jön a 24-es. Köszönjük viszontlátásra. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.